és ugyanazon a napon takarít. Szép, lassan, kidolgozik, látik! Ez már a közös munka eredménye. Kerírja egy kicsit a hóhormat, hogy érje, és egy kicsi fogy, hogy érjen a kaposzta. A kaposztavágás után kezdődhet a vásár. Úgy kell levágni a törzséből, hogy nem maradjon a törzs végén még egy centi kocsán sem mondjon így, és akkor piacosabb. 18. századi dokumentumok is említik már a káposzta vásárt. A gazdák azt mondják, hogy az idén rendkívül jó volt a káposzta termés. Itt ebben a faluban az is kuriózum, hogy csak itt ezen a területen termesztenek káposztát. A 22 hektárnyi kert 757 család tulajdona. Ezen a tőzeglápon a NAV-nak nevezett dülőbe minden gazdának egy és két ár földje van, és ezt közösen dolgozták. Talán ez az érdekessége, és ez a szép benne. Azt is bárki megkóstolhatta, mi minden készülhet káposztából. Lucskos káposzta, töltött káposzta, párolt káposzta, kakut káposzta, beltőle, rántás is, hogy lesz így. 11 üsben főtek a finomságok. Nagyon sok füstölt csülköt, füstölt bokát, oldalast, minden jót bele tettünk. Nagyon finom. A jó hangulatról a fúvó zenekar és hagyományőrző csoportok is gondoskodtak.